reggel is, jó reggelt kívánok! Ha ezen a héten Budapesten járnak, menjenek el a második kerületi Millenárisba, mert a család apraja nagyja talál magának kitűnő programot, ahol megküzd egymással a híres Koncz király és a vézna Cibere Vajda, ahol megtréfálja egymást a sok kurtalábú kelekótya gólya, ahol táncot jár a medve szép muzsika szóra, mindenkinek tetszik majd a farsang Farki Móka, mert hogy farsang lesz a javából. Holnap délelőtt a fogadóban farsangi állarcok maskurák készítésével lehet készülődni, hogy aztán szombaton ugyanott elinduljon a farsangi mulatság. Lesz Bababújó játszóház a szülőkkel együtt, Csiribiri kézműves műhely, Rosta Endre népi iparművész mindenkit bevezet a busómaszk faragás varázslatos világába, moldvai muzsikájával fellép a Fakutya zenekar. De ha valaki arra kíváncsi, milyen is a maszkos alakoskodás, vagy hogyan köszöntötték és csúfolták egymást az emberek farsang idején, azt is megtudhatja. A bátrabbak jelmezben is érkezhetnek, és megmérettethetik magukat délután a maskarások felvonulásán, ami után kolompos táncház lesz, a zenekar a totyogókat is várja, legyen az kicsi vagy akkorú. Ugyancsak a Millenárisban, a B épületben péntektől vasárnapig a kézműves magyar ízek vásárán kizárólag magyar kistermelők és kézműves gazdák kínálják portékáikat. A tradícióval rendelkező kézműves magyar ízek, sajtok, sonkák, kolbászok, lekvárok, mézek, aszalgyümölcsök, csokoládék, borok, pálinkák és egyéb ínyenc falatok várják Önöket. Miközben farsangolnak, nézzék meg Magyari Hunor fotókiállítását, aki összegyűjtötte Erdély valamennyi református templomát, hogy bemutathassa a jelennek, és képeivel megőrizze a jövő számára. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.